A hétvégén immár 14. alkalommal szervezték meg a Csángó napokat Csíkszeredában. Hargita megye tanácsa és a Hargita megyei kulturális központ a moldvai Csángó kultúra értékeire szeretné felhívni a figyelmet a rendezvénnyel. A moldvai Csángókért szólt a harang vasárnap a csíkszeredai milleniumi templomban. Hargita megye központjában a moldvai magyar kultúrát és néphagyományt ismertető és népszerűsítő rendezvényt szerveztek a hétvégén. Mindig próbáltuk ápolni a kapcsolatot a moldvai magyarokkal, és ezelőtt 14 évvel volt az első ilyen rendezvény, hogy meghívták a moldvai magyarok egy kis csoportját, és Csángó napot tartottak Csíkszeredában. Ennek keretében a Szent Misét úgy neveztük el, hogy Csángókért szól a harang. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez a pusztinai hagyományőrzők járultak hozzá, Csángó énekekkel, régi dallamokkal fohászkodva népünk megmaradásáért. A pusztinaiak számára ez a két nap sokat jelentett, hiszen végre anyanyelvükön szóltak hozzájuk. Ez nekünk nagy örömet mutat, már mindig el tudunk jönni, és el tudjuk a panaszainkat itt mondani, elhallgassak. Ez nekünk nagy dolog ez nekünk. És ott mit tudjunk mondani, itt jól érezzük magunkat, annyit otthon nálunk a faluban nem engedik, hogy magyar misét hallgassunk. Itt ha eljövünk, akkor annyit tudunk hallgatni. Itt nagyon szép, azt szeressük. Én most jöttem homorra, én mostanig nem jártam, de nagyon szeretem, szép. Jöttünk kimadkozni, énekelni. És amit nem tudunk, még tanuljuk elékelni a magyar énekeket, a magyar imádságokat, mindenféle. A moldvai csángók számára nagy jelentőséggel bír ez az esemény, hiszen megerősíti őket abban, hogy a csángó kultúra máshol is érték, és büszkén vállalhatják ezt az otthonuktól távol is.